A Szent Korona másolat egy kiállítás apropójaként érkezett Nyíregyházára. A magyar államiság egyik jelképének mása mindössze egy óráig volt hétfőn a Jós András Múzeumban. Innen Kárpátaljára az Ungvári várba szállították tovább. A Nyíregyházi Múzeum történészei, munkatársai szakmai tudásukkal segítették a Kárpátalja intézmény tárlatát, ezért is tekinthették meg a látogatók itt a Szent Korona másolatát. A Ungvári vár földszintjének négy gyönyörű szép termét újította fel a Bethlen Gábor alap, és ebben a gyönyörű szépen felújított részben rendezzük meg ezt a kiállítást, közösen az ungvári kollégákkal. Holnap lesz a kiállításnak a megnyitója. Magyarul a korona az körülbelül még 15 percig tartózkodik itt a Józsa András Múzeumban, és ez bekerül Ungvárra a kiállításba. Úgyhogy ezt csak most lehetett itt látni. Utána mindenkit invitálunk, mert egy nagyon színvonalas kiállítás nyílik holnap, és ahogy említettem, négy teremben Kárpátalja történetét mutatjuk be. A Jós András Múzeum rendkívül nagy örömmel fogadta a közös munka lehetőségét, hiszen Kárpátaljával, Ungvárral vagy akár a Munkácsi várral a múzeumnak 26 éve nincs szakmai kapcsolata. A Szent Korona másolatának tervét Nyíregyházán készítették. További munkálatait az ország más pontjain végezték el. Az első gondolat az úgy jött, hogy a nagy információ áramlással nagyon sok jelkép, nem csak a szakrális jelkép, hanem a gazdasági jelkép is beérkezett az országba, és ebben a nagy jelképrendszerben hiányát éreztük annak, hogy valami magyar jelképrendszer is megjelenjen a jobban a közforgalomba. A Nyíregyházán egy öntőmester úrral, tanár úrral terveztettük meg, és a készítése a bronzöntvény után aranyozáson és más kézműves műhelyekben való díszítéssel kapja meg a végleges állapotát. A Szent Korona másolatát hétfő délelőtt tovább szállították, de készítőjének célja, hogy a jövőben a korona hasonló, kicsinyített mását is elkészítsék, így bárki beszerezhetne majd akár otthonába is egyet.